Na, hello, szevasztok, folytatjuk az Operation Frostbite-ot. Menjünk a második pályára. Stucky the Blizzard az beszorulva egy... viharban. HQ! Alien! Can anyone hear me? Fuck, what's with the... Oh! Now that was one hell of a ride! Na, igen, itt már láthatjátok, hogy ezen a pályán mi fogja a nehézséget okozni. Hát iszonyat brutál hóvihar van, nagyon-nagyon sűrűn esik a hó. Emiatt a látótávolság drasztikusan lecsökkent. És amikor a távolban jön több ellenfél, aztán valahonnan lövöldöznek, egyszer csak az arcodba kapod a sok-sok ellenséges projektilt, ami leviszi a HP-t, akkor úgy... az úgy bosszantó tud lenni. De szerencsére nem olyan nagyon-nagyon hosszú ez a pálya, és ezeket a zöld világító izéket kell követni, ezek mutatják az utat. No. És minden maxon van, mert ugye a Sirius szemben, ha adott pályán összegyűjtesz valamit, legyen az életerő, páncél, lőszer, akármi, tovább viheted a következőre, mert ez normálisan van megdizájnolva. A játék nem vesz el tőled semmit. És ez így is van rendjén. Már jön valahol ja, itt jönnek majd a repülő... Igen, itt már lesznek ilyen repülő drónok, ilyen... ezeket, hogy utálom, hallott. Annyira nehéz annyira nehéz észrevenni őket, mert ugye... Hát látjátok, hogy miért. Nem kell itt magyarázkodjak. És nagyon sok ilyet fogunk majd még kapni. Iszonyat nehéz őket észrevenni. És amikor az ember benn van az erdő közepében, az csak azt hallott, hogy lövöldöznek valahonnan, hát az... Ja, bánkesőn, ugye? A legfeljebb már kicsit sűrűbben fogok menteni. Hello! Ciao! Mi ez? Hallom, hogy van itt valaki, csak nem lá... Á, látom. Ciao! Ja, ugye... dupla gépfegyver. Bizony! És ez a max lőszer, konkrétan 500 lőszer lehet a gépfegyverhez. De ennek is az a pozitívuma, hogy iszonyat nagy a fire rate, ugye kettő van egyszerre. Nem bejött. Ezért nagyon gyorsan lehet ezzel darálni, a hátránya, hogy nagyon gyorsan zabálja a lőszart. Ciao. De elég gyorsan újra tölti. Ciao. Ez hogy maradt itt? Az előbb, mint a skorpiót hallottam volna. Hát veled mi van? Te is beragadtál, mi? Az nem baj, az nekünk csak jó, ha az ellenfelek... Ciao! 4-es a... így van, 4-es a dual gépfegyver. Ja, szóval lehet látni, hogy szinte az összes fegyver a játékban teljesen egyedi. Tehát nem egy-egyben átvette az eredeti játékból, hanem teljesen saját egyedi fegyvereket készített fejlesztő, úgyhogy le a kalappal előtte.
mi van ott? Hűha! A shieldeseket annyira utálom, és az a baj, nincsen gránátunk. Mondjuk így is lehet. Várja, hol nem jártam még? Valahol van egy titkos hely, ha jól emlékszem, ott a rakétavetőt lehet megszerezni. Nem biztos, hogy... De azt hiszem... Erre lesz szerintem, de nem biztos. Uha. Ez itt mi? Hát ez csak ki van itt? Már megint itt van Bigoleg. Kösz haver! Köszi! Na, ő tényleg haver. Oda raki 200-as páncélt. Őt legutóbb nem is találtam meg. Ezen a pályán úgy értem. Nem is őt kerestem, de őt találtam meg. Hát ez tipikus. Sosem azt találom meg, amit keresek. Nem? De ez lesz az, ez lesz az. Azt hiszem, itt van a rakétavető. Halló! Ketten vagytok, mi? Hát küldjél mindjárt 1000 rakétát, hallod-e? Azt a mindenit. Igen, viszont itt ezek a lépegető robotok, főleg a rakétások sokkal-sokkal erősebbek, mint az alapjátékban. Sokkal sűrűbben küldözgetik a rakétákkal, sokkal többet lőnek ki. Ebből a szempontból veszélyesebbek. Hát a rakétavető is máshogy néz ki, mint az alapjátékban. Mondjuk hasonlít rá, de azért... egyértelmű a különbség. Oké. Azt hiszem erre. Itt a zöld, látod? Itt a zöld világító, ezért mindig azokat kell. A fucking drónok már megint, látod? Mondom, ezek, mindig ezek sebeznek fel, mert ezeket nagyon nehéz észrevenni. Uncsüssz! Igen, ezt mondtam, hogy a távolból valahonnan jönnek, mert a csontikat már látom. Aha, köszönöm szépen, ugye? Ciao.
Úristen, ez a dupla gépfegyver, ez is nagyon-nagyon jó lett amúgy. Az egyetlen hátránya, hogy nagyon gyorsan zabálja a lőszart. De elég pontos, még messzire is jó pontos, és azért, mivel ugye kettő darál egyszerre, ezért úgy istenesen tud sebezni. De lesz még ennél is erősebb fegyverünk majd. Ha-ha, bizony. Ki az? Au! Ja, már látom. Yeah. Lőszart kérek. Köszönöm. Lőszart kérek. Köszönöm. Ki? Ah, látom. Oh! Őt nem vettem észre időben. Hú! Na igen, ezért veszélyes ezen a skorpió. Nem veszed észre időben, rád küld egy gránátzáport. Az ember csak úgy pislog, hogy most mi van. Még innen hallom. Néha lenetek meg tudnak tréfálni, de ugye, amit mondtam is, amit láthatjátok is, azért bőven van a pályán elszórva életörés páncél. Ne legyünk restek visszamenni, érte? Az nem, sosem szégyen. Sőt. Ciao. Van még egy skorpió is. Valahol. Rám küldte a sok gránátját. Azaz. Néha nem árt, ha az ember csinál egy gyors mentést. Csak azok a repülő drónoknál jöjjenek, azokat nem szeretem. Hello? Most érkeztünk meg az újabb bosshoz, mert ez a pán is lesz boss fight, haha, de még hogy, ho-ho-ho-ho-ho. Lesz szám biza. Boss time. Igen, neki rakétavetője van. Már mondjuk nekem is van. Igen, ő a következő boss. Guten Tag!
Franz, guten Tag! Na! Viselkedjél! Az iskolára! Semmi baj, megoldjuk! Hú! Hát hülye vagy! Viselkedj! Piros hőkövetőt már le is felejtettem. És tudám köcsögösködni, mi? A hőkövető szarjaival. Ezeket nem lehet lelőni amúgy. Az a jó. Ciao, bekaphatod. Zó, ez volt a Stakina Blizzard, és a következő pályán, hála az égnek, már nem lesz ilyen sűrű hóvihar, akkor normalizálódik a látótávolság. Na, meg volt a második pálya, a második bosszal, menjünk tovább a harmadik pályára. Ha tetszett, nyomj egy lájkot. Ó, és megöltem mindenkit, oda ez 96/96, 4-ből 2 titkot találtam meg, az első pályán egyetlen egy ellenfelet hagytam ott, és 8 titkot. Ha? Belefér. Na, köszönöm a figyelmet, innen folytatjuk, szevasztok!